Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Most én is elékeztem egy olyan ponthoz, hogy ha más nem fantázia szinten én is kipróbáltam magam abba, hogy milyen lenne, ha én is egy nagyon drága konfigot építenék vagy terveznék meg. Nyilvánvalóan a konfig megállja a helyét, nagyon tehetőseknek akár meg is érheti megvenni, nyilvánvalóan nem a átlag magyar közönségnek fog szólni ez a konfig, és nem nekem, viszont Érdekelt, hogy én milyen nagyon drága csúcskategóriás konfigot tennék össze, és úgy gondoltam, hogy ezt az ötletemet veletek is megosztom, úgyhogy vágjunk is bele. Alaplap Asus ROG Strix X299 Gaming, 106.000 forinttól kezdődik. Nyilvánvalóan már ez egy nagyon drága alaplap, viszont a processzor ezt a foglatot követeli meg. Azon túl, ha már annyira végső ki kimaxolt high-end PC-ről van szó, akkor nekem alap, hogy ne csak négy darab memória foglalata rendelkezzen, például mint az X99 és az X299-es lapok, hogy már 8 a memória foglalattal annak ellátva. Így nagyon igényes és dizájnos módon a processzort két oldalról meg lehet tölteni memóriákkal. Mivel egy ilyen brutális PC-t nem kifejezetten csak játékra, hanem munkára is gondolna az ember, tehát én is úgy kalkuláltam, hogy itt nem i7-8700K fog belekerülni, már csak azért sem, mert mindenféleképpen a végleketekig kimaxolt gépet szerettem volna, így egy Intel Core i9 7900X kerül bele, 279 ezer forinttól kezdődik durván. Ugye ez egy 10 magas processzor, ami feldolgozó száz szinten 20 magnak érvényesül, alapon 3,3 GHz, turbó szinten 4,3 tehát ha high-end gamer PC-t épít valaki, én mindenféleképpen leszoktam beszélni az i9 processzorról, hiszen eléggé drága, a játékok nem használják ki, és egy i7-8700K is tud olyan játék teljesítményt produkálni, mint az i9, lévén, hogy a játékoknak nem muszaj 20 szál, tehát 20 magnak érvényesül, nem kell ennyi, bőven elég nekik sokkal kevesebb is. A RAM kérdés sem apróztam el, gészkill alatt Választottam DDR4 3200 MHz-es RAM-okat, ugye brutális, brutális ramok, -ok, és úgy gondoltam, hogy mivel mindenben a legfelsőbb szintre törekszünk, nem elégszem meg a 4x8 GB-tal, ugye a 32-vel, hanem úgy kalkuláltam, hogy akkor töltsük ki az összes memória foglalatot, hiszen úgy a legjobb, úgy a legdizájnosabb, így kettőször veszük ezt a kiszerelést, az 88 GB-t jelent, tehát 64 gigabyte RAM kerül vele a gépbe. Rendszernek és a fontos programoknak sem apróztam el, már egy 500 gb os Samsung 850EVO SSD-t választottam, 46 ezer forinttól kezdődik. Nagyon jó SSD, nekem is van pont egy ilyen darab, a játékok és a fontosabb dolgok nagy részét ezen tárolom, és teljesen jól üzemel, mindenkinek bátran merem ajánlani. További háttértárnak egy gyors 7002-es sata 3-as merevlemezt választottam ki Toshiba alatt, 3 terabájtosat, így gyakorlatilag minden rá fog férni a számítógépre, amit csak el lehet képzelni. Kele is fog az erő, és minőségre törekedtem maximálisan, tehát egy Corsair HX 1000-1000 wattos platinum minősítésű tápot választottam ki. Tehát azért 80 plusz platinum minősítést tényleg a legjobb tápok kapják gyakorlatilag bármit ki fog szolgálni, és évekig üzemelni fog, hibátlanul tuningolhatunk, mindenben helyt fog tudni állni. processzorra választottam vízhűtést, hiszen azért melegszik jócskán egy ilyen processzor, a tuning sincsen kizárva, így egy Corsair Hydro h 100 itt választottam ki, 32.000 forintól indul. Gépház, amiben belekerülne, nem egy olcsó gépházat választottam, 35 ezer forinttól, jó szerelhető, elfér benne minden szellőzék. átlátszó oldallap, előlapon USB csatlakozók, nagyon igényes konfigoknak való már egy ilyen gépház. És végül a videókártya, Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti, én úgy gondoltam, hogy ezt sl be tenném bele, hiszen ha nem probléma, éppen nem azon kalkulálunk, hogy hogy jövünk ki, olcsóban, akkor nyugodtan tegyünk bele kettő darab GTX 1080 t t és így már összeállt a legfelső kategóriás fantázia konfig, amit én megépítenék. Ha valaki ilyen keretből szeretne mindenféleképpen gépet, és teljesen lényegtelen neki, hogy mennyibe kerül, mert megteheti. Végösszeget azért mondok, 1.415.000 forintra jöttünk ki, nem azt mondom, hogy mindenhol a legjobb árérték arányra törekedtem, viszont nem is úgy tettem össze a brutális teljesítményt, hogy csak a százezereket dobáltam ki az ablakon, úgyhogy így egy korrekt kis gépünk lett. Minimális túlárazásokkal, ha éppen megtehetjük. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!